Fáklyáikat gyújtják október utolsó napján a Lusonium lábánál a parkolóban gyülekezők. Mindeközben tárogaton, ezen a különleges hangzású kuruc hangszeren játszik és erdélyi népdalokat énekel Bognár Cecil. Sötétedéskor lovas huszárokkal az élen elindult a látványos fáklyás menet fel a domboldalon. A Lusoniumba felérve Süli János, Orbán Attila, Szántó Zoltán és Bándi Imre meggyújtották az őrtüzet. Ezen a napon ezernyi őrtűz gyúlt a Székelyföldön és világszerte a Székelyföld autonómiájának napját ünneplők körében. Székelyföldnek autonómiát! Székelyföldnek autonómiát! A Székely autonómia érdekében Székely Nemzeti Tanács meghirdette, és mi ennek tettünk eleget valójában. Kiállunk a székelységért, a székely autonómiáért, és kiálltunk azért, hogy úgy, ahogy a Hargitán is hallják meg, tehát mai este ez többször is elhangzott, érezzék azt, hogy mellettük vagyunk, ott, itt vagyunk, és jelen vagyunk az őrtűzzel, tehát jeleztük, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, és támogatjuk őket. Ennek nagyon régi múltja van, hiszen a hegyek tetején a székelyek ezt használták, háború idején tűzjelzéssel adtak, füstjelzéssel adtak jelt, hogy jön az ellenség. Ez most valójában az egész világnak szól, hogy a Székelyföld jelen van, ezzel jelezzük. És maga az Erdély Magyarok Tolnamegye Egyesülete, ez a második alkalommal rendeztük meg itt Pakson, a Lusonium tetején ezt a rendezvényt. Kapcsolatban vagyunk az összes erdélyi körrel szerte az országban, és számos olyan egyesülettel, akik hozzánk hasonlóan a nemzeti tudat erősítésén dolgoznak. És természetesen sok olyan erdélyi és elcsatolt területek más részein található szervezettel, akik fontosnak találják a nemzeti összetartozásért folytatott munkát. Itt ringadtak a bölcsőbe, e szép honna szentőlébe. Én Istenem, jó Istenem, oltalmazó segedelmem. Örülök, hogy megint együtt lehetünk székely testvéreinkkel. Egy pár hete avattuk Paks a Táncsics Parkba azt a szép székely kaput, amire ugye az van írva, hogy egyvérből valók vagyunk. És ez tény, ma este is erről adunk tanúbizonyságot. Az ünnepségen Süli János arról is beszélt, van olyan település Tolna megyében, melyen 300 éve élnek székelyek, és azóta is őrzik hagyományaikat. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke a székely származású Orbán Attila beszédében kiemelte, ők soha nem szakadnak el szülőföldjüktől, számukra nincs határon innen és határon túli magyar. Lassan immáron egy évtizede a Székely Nemzeti Tanács határozata értelmében október utolsó vasárnapján emlékezésre és imádkozásra gyűlünk össze. Fáklyákat és őrtüzeket gyújtunk meg, hogy emlékeztessük magunkat és környezetünket a székelyek szabadság szeretetére, a székely autonómia igényére, az önrendelkezéshez való jogért vívott folyamatos küzdelmünkre. Emlékezünk és imádkozunk ezen az estén. Szántó Zoltán Paks alpolgármestere is felszólalt a rendezvényen. Beszédében kiemelte a székelyek függetlenségi törekvéseinek támogatását. Szolidárisnak kell lenni testvéreinkkel, akik nemzetiségi jogaikat nem tudják maradéktalanul megélni. Ezért is fontos minden alkalom, amikor így közösen tudunk kiállni a székely autonómia ügye mellett. És ezért is írta alá nagyon sok paksi azt az európai polgári kezdeményezést, amelynek a sikere nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy valóra válhasson a székelyföldi autonómia.
Ünnepi műsort varázsolt a tűz mellé a Lusszoniumban a szaggató zenekar. Vezetőjük Kis Zoltán Erdélyből, a mezőségből érkezett az anyaországba Paksra. A Magyarországon élő székelyek barátai, szimpatizánsai is részt vettek az eseményen. A férjem itt dolgozik a paksi erőműben, és végül is Pakson ismerkedtek ők össze, és minden ilyen a Puliszka Fesztiválra és egyéb a székely autonómiával vagy a székelyekkel kapcsolatos rendezvényekre meghívnak bennünket. A Székelyválon is voltunk évekkel ezelőtt, amikor megrendeződött, és hát támogatjuk őket. Voltunk Erdélyben is, a Székelyföldön is, és olyan érzés volt, mintha hazamenne az ember. Vezesd még egyszer győzelemre néped, Csaba Királyfi csillag ösvényed.